és hozott ide ma bennünket. Nem az, hogy szilveszterezzünk, hanem ami minden évben idehoz bennünket, a Petőfi iránti szeretet és tisztelet. Hisz Petőfi 1822-23 szilveszter éjszakáján született. Ezért van az, hogy találunk olyan életrajzot, ahol december 31-et írnak, 22. december 31, és van, ahol 1823. január 1. Most ez eddig nem is okoz senkinek gondot, de annál nagyobb gondot és problémát okoz, hogy de vajon hol született. Ugye a főharc 150 éve Kiskörös és Kiskunfélegyháza között van. A sors külön érdekessége, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hol halt meg Petőfi Sándor, az sem. És a legnagyobb magyar költőnknek, nyugodtan mondhatom, azt hiszem, legalábbis az egyik legnagyobb magyar költőnknek, nem tudjuk pontosan, vitathatatlanul, hogy hol született. Ugyan 1896-ban eldőlt, amikor Ferenczi Géza megírta az első Petőfi életrajzi könyvet, és ő Kiskörös jelölte meg születési helyéül, azóta a hivatalos irodalomtörténeti álláspont Kisköröst fogadta el szülőhelyéül. Azóta szinte megdönthetetlennek tűnik ez a kiskörösi szülőhely kérdés. És ez az, ami több mint másfél évszázada minket, félegyháziakat izgat, nem tudunk belenyugodni, nem tudjuk ezt elfogadni. És ehhez a legtöbb jogot maga a költő szolgáltatta számunkra, hisz három olyan bizonyíték is van, ahol a költő Kiskunfélegyházát jelöli meg, Félegyházát jelöli meg szülővárosának. A ma elhangzott Szülőföldenen című versben, ez a város születésem helye. Házasságkötése alkalmából a házassági anyakönyvi kivonatba is Félegyházát diktálta be születési helyéül, és ott van a gyönyörű szép vers, a Kiskunság. Ami nem szólhatott Kiskörösről, hisz Kiskörös soha nem tartozott a Kiskunsághoz. Tehát én úgy érzem, hogy nem el akarjuk vitatni, de hogyha a költőnek hinni akarunk, miért ne hinnénk, akkor ezt el kell fogadnunk. Mi hiszünk Petőfinek. Városunkban a Petőfi kultusz elindítója még 1860-ban Reményi Ede hegedűművész, hegedűvirtuóz volt, aki kezdeményezte a Petőfi házon lévő emléktáblának a felállítását. Rá emlékezve hallgassuk meg most Reményi Ede Repülj Fecském című fantáziáját Hegyesi Judit tanárnő előadásában.